akkor mondják, hogy igen, hát ők másképp játszanak. Valójában minden zenekari klarinétos képes szólókoncerteket játszani. Kamaramuzsikában azért kipróbáltad magad, sőt szép sikereket értetek el Fúvós ötös tagjaként, te muzsikáltál sokat? Igen, hát ahogy a Fúvós kamarazene az nagyon nehéz, a Fúvós ötös, mert ott ugye, amit egyébként a vonós négyesre írnának a klasszikus formában a zeneszerzők, az erre az öt egymás ellen alkotott hangszerre kell szétosztani. És akkor ezeknek össze kell úgy dolgozni, hogy az használható legyen. Elég nehéz szakma a Fúvós ötösség. Novák Géza, a prágai filharmonikusok szólófúvolása, jó barátom, mondta, hogy amikor ő a rádióban a Fúvós ötöst hall, nem tud elég gyorsan fölugrani, hogy kikapcsolja. De hát akkor ennek fényében különösen értékes az a genfi zenei versenygyőzelem, ami a ti tarsolyotokba került. Igen, tehát nagyon sokat dolgoztunk mi ezen. Mások azt hiszik, hogy na most leülünk és elszórakozunk egy valamilyen darabon, és akkor majd az nagyon jó lesz. Hát nekik tetszik is az, csak itt amikor a genfi versenyre megyünk, akkor ott van egy zsűri, aki ugye nagyon szigorú kritikusokból áll, akik szintén ismerik ezt a műfajt, és akkor ha ők kritizálják, az más, mint hogyha saját magunknak örülünk. Ez a győzelem, ez hozott fellépési lehetőséget, vagy valamilyen ismertséget számotokra? Hát tulajdonképpen az volt, hogy eleinte a Filharmónia Hungárikától próbajátékra nem hívtak engem meg, hogyha valahol üres állás volt. Németországban sok zenekar van, majdnem minden nagyobb városban van operaház. És ezért majdnem minden nagyobb városban szükség van olyan zenekarra, ahol 3-4 klarinétos van. Úgyhogy ezek az állások pedig ürülnek a nyugdíjazással, és akkor meghirdetik az állásokat. Hát a Filharmónia Hungárikától nem nagyon hívtak meg. Ez az igazság, és aztán miután persze én genfi verseny Fúvós ötös győztese voltam, akkor már ez megváltozott. Akkor meghívtak többfele. Hát persze az a helyzet, mert a szimfonikus zenekar, ugye azt mi most már tudjuk, hogy tulajdonképpen a törököknek köszönhetjük a javát, mert azelőtt csak ilyen nyenyerézés volt, nem voltak ütőhangszerek, ugye a cintányérok, nagy dob, timpáni, ezt mind a törökök hozták. Mi azt hiszük, hogy a törökök azok csak ellenség, mert török gyerek elvágta, magyar gyerek gyógyítja. Tehát a törökök tulajdonképpen a zenekultúrára nagy befolyást nyertek annak idején. De hát az a hangszer, amit te megszólaltad, a klarinét, sőt még inkább a másik, a tárogató, azt régen úgy is hívták, hogy török síp. Igen. De hogy kerültél klarinét közelbe? Miért pont klarinétozni kezdtél tanulni annak idején? Hát ez úgy történt, ugye, hogy én Kecskeméten, a piaristák terén, ott egy öreg bácsi, gondolom lehetett 10 éve fiatalabb, mint én most, tárogatózott. Hát nagyon megtetszett nekem ez a hangszer, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy én ezt szeretném tanulni. A szüleim megérdeklődték, hogy mi a helyzet. Beírattak a zenedébe, ahol azt mondták, hogy előbb klarinétozni kell, és akkor ott engem kiképeztek klarinétozásra. Hány éves voltál, amikor elkezdtél klarinétozni? Azelőtt azt hiszem, hogy 3 évig hegedültem, de az pocsék volt. És akkor úgy körülbelül 13 éves koromban... Akkor... Nem volt az későn egy kicsit? Valójában ezen én is el szoktam gondolkozni. Apám a piarista latintanárommal együtt járt osztálytársak voltak, és latinul beszélgettek. És aztán, amikor én körülbelül 14 éves voltam, nem tudtam egyszer a latin szavakat, és akkor egy évre eltiltottak a klarinétozástól.
az egy kicsit túl korán volt. Uh-huh. Ez meg, hogy 13 éves koromban kezdte, hát nem tudom. A klarinét nekem könnyen ment mindig. És szóval mi akkor elkezdtek dicsérni, hogy jaj, ilyen tehetséges vagyok, és akkor így leragadtam a klarinétnál. Akkor az el is dőlt, hogy a zenei pályát választod? Nem. Mi akartál lenni? Én valójában azért lettem zenész, mert mi osztályidegenek voltunk. A szüleid mik voltak, mivel foglalkoztak? Az édesapám az hivatalnok volt, adóhivatali szakember. És mint osztályidegen, hát nem számít, láttam a bátyám példáján, őt eminens tanulóként nem vették föl sehova egyetemre, és akkor én pedig ugye szerettem muzsikálni, és egyszer csak szóltak a színházi előadás, ifjúsági előadás volt a színházban, és integettek a zenész kollégák a zenekari árokból, hogy menjek le. Lementem, és mondták, hogy itt az történt, hogy a második klarinétos nyert a lotton, és ennek következtében az egész zenekart több mint egy évig meghívta vacsorára, és mindenki fölmondta az állását, mindenkinek jó megmondta a véleményét, aminek utána, miután elfogyott a pénze, nem vették vissza. És akkor nem volt második klarinétos, és mondták, hogy hát én jó lennék oda, és akkor előjátszottam, a karmesternek szóltak, Szalacsi Istvánnak hívták. Szalacsi István hát jó karmester volt, de nem tudott jól zongorázni. És játszottuk, és én vittem a Weber Granduo koncertantét játszani, ami zongorára borzasztó nehéz, klarinétra nagyon könnyű és nagyon mutatós. Hát az elkezdte velem játszani, és aztán mondta, hogy föl vagyok véve. Azt hitte, hogy én is olyan nehéz munkát végzek, mint ő a zongorán. A szüleid elfogadták azt végül is, hogy muzsikus lettél? Érettségizni júniusban érettségiztem, és decemberben már a színházba játszottam esténként. Aztán amikor vagy az iskolába jelentettem beteget, vagy a színházban, hogyha próba volt például. A szüleim hát örültek, hogy én sok pénzt keresem. Hát több pénzt kerestem, mint apám a sok évtizedes szolgálata után. Tehát az érettségi után akkor te már muzsikusként kerested a kenyered? Igen, már az érettségi alatt is. Ez volt 1955-56-ban, ugye. Hát akkoriban ez nem volt egy különlegesség, hogy valaki több mindent csinál egyszerre. De hát mivel kevés életszansz volt, hát ezért én ugye érettségiztem, aztán utána játszottam én tovább a zenekarban Kecskeméten, de beiratkoztam Szegedre a konzervatóriumban. 56-ban mennyire hamar döntötted el, hogy te elmész innen? De nagyon sokáig eltartottam, ameddig eldöntöttem. Én karácsony másnapján hagytam el Magyarországot Sopronnál. Mert ugye nagyon féltünk, ugye olyan rémhírek voltak, hogy halomra lövik az embereket a határon. Hát az ebben az időszakban mondjuk nem volt. De előtte úgy volt, hogy aknazár volt, nem lehetett elhagyni Magyarországot. Egyedül mentél? Az első feleségem édesapja Sopronban volt erdész fiatalkorában, és ő rájuk bíztam magam, hogy ők majd átvezetnek. Mert akkor már nős voltál? Nem, akkor még nem voltam nős. De már ismerted a családot? Később aztán abból alakult ki, hogy meg is házasodtam. De a család többi tagja, tehát a szüleid, testvéred, ők itthon maradtak? Ők itthon maradtak, igen. Az könnyű döntés volt, hogy itt hagyod őket? Hát valójában nehéz döntés volt, de ezt nem tudtuk, hogy ez végleges. Mire számítottatok? Hát ugye azt gondoltuk, hogy ez azért mégsem maradhat úgy, ahogy van, hogy itt egyszerűen a nép fölkel egy rezsim ellen,
és akkor ide jön egy idegen hadsereg, az oroszok, ugye a szovjet, a dicsőséges szovjet hadsereg, és akkor ezek ezt leverik, ezt a fölkelést, és utána ezek itt maradnak.